Kedves nézőink, a Löbeljé Kézilabda Klub Ajka férfi csapata a Tatabánya U23-as csapatát fogadta a hétvégén az MB2-es bajnokság első fordulójának keretében. A végeredmény 27-24 a hazai csapat javára. Tamás, nagy falatnak tűnt ez a Tatabánya az első 35 percig. Ez teljesen jogos. Felkészülési mérkőzések alatt azt gondolom, hogy nem tudtunk ilyen, nem is azt mondom, íromú mérkőzést játszani, hanem talán egyet az NB1-B és Algyő ellen, amelyik azt mondom, hogy jól sikerült, de a többi meccs az nem volt igazán olyan, amelyik így felkészített volna minket egy ilyen fiatal csapat elleni rohanósabb, gyorsabb játékra. A sorsolás miatt amúgy egyébként nekünk ez jó volt, hogy most velük játszottunk és sikerült megnyerni a meccset, mert itt az első 5-6 fordulóban ugye a Veszprémi utánpótlással fogunk játszani még, meg a Balatonfüredivel, és ők pedig mind a kettő még ennél is nagyobb erőt képviselnek, mint a Tatabánya, tehát azt gondolom, hogy egy idény elejé idézőben formával, amit mindig szoktak mondani, jobb, hogy velük játszottunk és nyertünk is, mint hogyha mondjuk, most nem lebecsülni az ellenfelet, de mondjuk a tabella alsó régiójába tartozó csapattal kezdtük volna a bajnokságot, tehát ez így nekünk hasznos volt. Számomra úgy tűnt, hogy mintha egészen fiatal lett volna az ő csapatuk. Én úgy emlékszem, egy kicsit azért idősebb, érettebb játékosokkal szoktak hozzánk érkezni. 19-20 évesek voltak, úgy néztem a legidősebbek, mert az igazolásaikat láttuk, ugye, hogy mikor születtek, ugye. Igazából ugye rengeteg meccset játszanak, tehát azt gondolom, hogy egy NB1-es csapat ugye több fronton is szerepel, illetve NB1-es csapat több fronton is szerepel, azért ugye NB1-ben játszanak, utánpótlás mérkőzést ugye most itt nálunk NB2-be is indultak, úgyhogy több meccs van bennük magyarán, ennyi idősen is, mint mondjuk nálunk egy-két fiatalba például, tehát ugye ez majd nálunk később jön meg ez a rutin, meg ez az érettség. De most abban maradtunk, hogy a küzdőszellemmel nem volt semmi probléma, mert a védekezés az azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy jól működött, mert még voltak hiányosságok, de az akarat megvolt, tehát odaértünk, keményen faltoltunk a mérkőzés elején. Nem is azon múlott a Tatabányainak a vezetése az elején, hanem az, hogy rengeteg zicser kihagytunk. Tehát szélről agyonlőttük a kapus lövőből, betörésből, átlövés góljánk nem igazán voltak az első fél időben. Tehát ugye ez döntött, hogy nem tudunk gólt lőni, ugye a 12. percben 3 lőtt gólnál tartottunk, az nagyon kevés, nem a Tatabánya ellen, mindenki ellen. A védekezésben meg ugye abból, hogy nem lövünk gólt, ők gyorsan felhozták a labdát, volt 7-esből kipattanó, gyors indulás, tehát ott ők meg könnyebb gólokat lőttek, mint amiért nekünk meg kellett küzdeni ugye az első fél időben. Ez gondolom minden szépsége megcsillant ezen a mérkőzésen a kézilabdának, illetve amit én még láttam, hogy egy kicsit a kispadunk végre elég hosszú volt, és maradtak játékosaink, akiket nem kellett beállítani. Nem is az, hogy nem kell beállítani, mert rájuk is számítunk, tehát vannak itt ügyes fiatalok, akik pályára fognak lépni. Azt gondolom, hogy most ezen a meccsen azért annyira pörgés volt, hogy olyat próbáltam pályára küldeni, illetve úgy próbáltuk forgatni a csapatot, aki meccsben van, az maradjon fönn, vagy illetve úgy próbáltuk pihentetni bizonyos játékosokat. Tehát a végén meg már nem akartam padról felálló hideg játékost beküldeni, nehogy ugye hibázzon, vagy esetleg az, tehát hogy az már nem jön ki jól, hogyha valaki mondjuk 50 percig ül, és akkor utána hibázik egyet, akkor nem biztos, hogy a játékos a hibás, tehát azért most ez egy ilyen lefolyású mérkőzés volt, de azt gondolom, hogy a csapat szellem az jó, mindenki meg fogja kapni a lehetőséget, tehát mondom a fiatalok is, tehát akik esetleg most nem kerültek pályára, van lehetőségünk tényleg változtatni, variálni, talán azt gondolom, hogy a tavalyiból kiindulva van egy kialakult játékunk is, ezt azért a keretnek a túlnyomó része tudja. Ugye van sérültünk is a Zsigmond Ádám személyében, aki ugye jobb lövőként itt a Magyar Kupa meccsen ugye eltörte, illetve kiugrott az ujja, tehát az még nem bevethető. Ő majd egy olyan 2-3 hét múlva talán már tud segíteni, és akkor azt gondolom, hogy még jobb lövőposzton is erősödni fogunk, bár bal lövőposzttal most nem voltam tökéletesen azért megelégedve az első fél időben, a másodikban már azért elsültek ezzel a Janinak is, tehát azért ott már voltak szép gólyai. A csapatnak az oldalán van egy szavazás, hogy a látogatók milyen helyre várják a csapatot. Ha neked kéne ott gombot nyomnod, akkor milyen helyre várnád a csapatot a szezon végére? Hát, hogyha elkerül minket minden sérülés, meg ugye azt gondolom, hogy ezt az 5-6 fordulót itt azért sikeresen tudjuk venni, meg ugye nem ismerik az erőviszonyokat, mert a fiatal csapatok ugye mindig cserélődnek. Tehát mondom, még egyszer gondolok itt a Veszprémre és a Füledre, tehát ott azért fel kell kötni az adagot, hogyha eredményesek akarunk lenni, de hát ha gombot kéne nyomni, akkor azt mondom, hogy nem számoltunk, csak úgy gondoltuk, hogy csapat formájától függően is a 6 meccsből azt mondom, hogy egy vereség belefér, mert azért itt lesznek körbeverések, természetesen nem erre készülünk, de hát ha egy csapat az élmezőnybe akar végezni, akkor egy szezonban egy-két vereségnél több nem fér bele, tehát
mi úgy megyünk minden meccset, természetesen nyerni akarunk. Jövő héten megyünk Komáromba, az se lesz könnyű, tehát gondolom, hogy a tavaly évvégi 9 gólos győzelmünkért ott most vissza akarnak vágni, mert ugye azt hitték, hogy majd sikerül minket megverni. Itt ugye ők győztek egyel, ugye ott mi meg 9 góllal visszavágtunk, tehát ez egy parás csata lesz, mert mindegyiket fűti a vágy, hogy új és svéd pályára lépessünk egymás ellen, úgyhogy az ajkaiakkal is természetesen. De én azt gondolom, hogy most egy jó játékerőt fogunk képviselni, tehát az mindenképpen dobogóra várom a csapatot, azt kell mondjam. Aztán, hogy ezen belül hogy alakul, sérülések, stb. Az megint más kérdés. Sokszor idegenben játékvezetés, hazai pályán is láttuk, hogy nehézkes dolgok vannak, de próbálunk ezen túllépni. Tatabánya is úgy készül egyébként, hogy odahaza majd visszavágnak. Úgy érzik a B-közép tagjai, ahogy én hallottam, hogy ők vissza tudnak vágni az otthonukban. Hát én azt gondolom, hogy ez nekünk egy idén kezdetnek jó volt, annál, tehát ennél mi azért fogunk tudni jobban is játszani, meg gyorsabban játszani, tehát a játéknak a sebességével, a miénk, mi támadó játékunk sebességével nem voltam megelégedve egyébként, tehát ezt mondtam mindig, hogyha anno NB1-B után belesüllyedünk ebbe az NB2-es iramba, akkor meg tudunk verni akkor is bármilyen csapatot, csak akkor nem az a magabiztos fölény van, mint amilyen lendülettel mondjuk ők kézlabdáztak lehetett látni, tehát azt mondom, hogy egy-két poszton ugye mínusz 10-15 kilóba voltak, de mégis ugye tudtak kiállításokat kiharcolni, és nem tudtuk őket úgy megállítani, mint ahogy egyébként a szándékunk megvolt és szerettük volna, hát azért mondom, hogy ők ebbe edződnek, ez látszik is, tehát ügyesek voltak. Az IFI mérkőzésen mi történt? Hát az történt, hogy sajnos nem tudtunk nyerni, mert nem tudtunk teljes csapattal kiállni. Ugye ez itt a mérkőzés előtt lepődtünk meg, ugye amikor a sportorvosi igazolásokról kiderült, hogy hát piányzik róla egy pecsét, tehát ugye az vizsgálat megvolt, a dátum is stimmel, csak a magának, a sportorvosnak a pecsétje hiányzott. Először úgy tűnt, hogy 8 játékosnál, illetve 8 játékosnál hiányzott, csak az volt a szerencsénk időzőben, hogy a 8-ból, ha jól emlékszem, 3-nak még a tavalyi még érvényes volt, tehát még nem járt le az egy év. Úgyhogy ők tudtak pályára, itt mi sajnos ugye a 8 játékos közül minden 8 a kezdő lett volna jelölve, a kapus leszámítva, tehát azt gondolom, hogy a 7 kezdő játékosunk az így ebbe a helyzetbe került. Hát most igazából nem mondom, hogy ki a hibás, hát ugye idény kezdetén mindig előfordulnak ilyen technikai dolgok, amire figyelni kell. Most sajnos ez minket sújtott, mert azt gondolom egyébként teljes csapattal, ugye itt a Pék Máté nem tudott játszani jobblövőként, a Horváth Milán bal szélen nem játszott, és ugye az IFI-ben is van egy kialakult játék, amit azért ugye a felnőtt csapatból a Huszti Amrus edzi a kisebbeket, tehát hogy feljönnek, akkor egy hasonló játékot tudnak nyújtani, tehát egy-két dolog, amit azért játszik az IFI, és azt ők is tudják fejbe, legalábbis fizikálisan még nem biztos, de ugye az a dolguk, hogy ezt is oda tudják tenni. És ugye ez hiányzott, tehát amikor látszott, hogy elment az ellenfél 5-6 gól, akkor feljöttünk X-re, akkor megint elmentek, és akkor végén ez volt, hogy lehetett látni, hogy teljes csapattal simán, nem azt mondom, simán, de egy 3-4-5 gólos győzelmet szerintem maradhattunk volna, hogyha játszok a játékunkat, sajnos nem tudtuk játszani a játékunkat, ettől függetlenül a legfiatalabbak, tehát a serdülőkorúak azért helytálltak gólt, és lőttek, nem illetődtek meg, ugye ez látszik, hogy ők is bajnokságokba edződnek. Kevesebb meccs van bennük, meg hát mondom, fiatalabbak voltak, mint az ellenfél, de ez nem baj, mert ez majd alakulni fog, úgyhogy megdicsértem őket én is, hogy ez így tovább, és akkor össze fog állni a csapat.